Üdvözlök mindenkit, teljesen abszurd és indokolatlan módon itt vagyok a Mizsei mellett, és ez most halálosan komolyan, én reggel még nem gondoltam, hogy ma itt leszek, ugyanis kisújszállásra mentem volna, és egyszer csak a vonaton eszembe jutott, hogy basszus, hát ma jön az Orient Express, és mondom, ott kéne lenni, hát azért nem minden nap jön, és ha tényleg nem minden nap jön, bár ebben az évben kétszer is megteszi majd mindezt, utoljára, ha jól emlékszem, 19-ben filmeztem az Orient Express-t, és azóta szerintem nem is jött, mert hogyha jött volna, akkor ott lettem volna. Úgyhogy a lényeg az, hogy kisújszállásra terveztem volna menni, nem mentem, mert a vonaton rájöttem, hogy Orientet azért csak le kéne filmezni. Úgyhogy Cegléden leszálltam, átjöttem a Szegedivel Kecskemétre, Kecskemétről lejöttem ide most Heténybe, és szépen bemizseizünk a nyugati pályaudvarra. Tulajdonképpen egyébként megadjuk a módját, én azt gondolom, hogy az Orientet hogy várjuk, hiszen Mizseivel fogunk érkezni oda, ahova az Orient is. Úgyhogy egy rövidke kis mizsei vágóképekkel, de megyünk és megnézzük az Orientet, ami olyan nagyjából 19 óra környékén érkezik a nyugati pályaudvarra. Nem mintha ez nektek már bármit is számítana, hiszen amikor ti ezt nézitek, akkor már ez megtörtént. Na, tartsatok velem! No, itt a videó vége. Várjunk csak, mi maradt ki a videóból? Mizsei volt. Ja igen, nem jött az Orient Express. Hát ugye 5-e volt mindenhol beharangozva, behirdetve. Ellenben egy kicsit, nem tudom, lehet, hogy így megérezte a magyar föld illatát az Orient Express, és át akarta venni ezt a mávos feelinget, szóval késik. Méghozzá egy napot. Hát
apró késés, nem igazából. Viszont, hogy ne legyen ilyen tök feleslegesnek tűnő ez a videó, ezért arra gondoltam, hogy mivel megszereztem a pontos menetrendjét a holnap, azaz 6-án érkező Orient Expressnek Hegyeshalomtól Fradig, ezért gondoltam, hogy akkor itt a videóba ezt közzé is teszem nektek, és hogyha lesz szeretnétek fotózni, vagy videózni, akkor ez szerint meg fogjátok tudni tenni. Tudom nagyon jól, sajnos ugye a vasútfotós videós társadalomnak egy jelentős része olyan típusú ember, hogy Istennek se mondaná meg, hogy ha valami különleges menetről tud valamit, mert csak neki legyen fotója, meg videója az adott dologról, én viszont abszolút nem vagyok ilyen, legyen mindenkinek, legyen nektek is jó, úgyhogy én ide valahova, nem tudom hova fért, lehet, hogy az egész arcomat eltakarja, szóval itt a menetrend, de szerint tudtok tájékozódni, illetve kimenni videózni. Én nem tudom, hogy hova fogok menni, még egy olyan tervem is van, hogyha már így alakult, akkor lehet, hogy én Bécsben fogom elcsípni az Orient Express-t, és nem is a nyugati pályaudvaron. Szóval úgymond rám ne számítsatok feltétlenül egyik helyszínen se. Ne is kérdezzétek, hogy Bence, te hol leszel, mert még ebben a pillanatban, amikor kiteszem ezt a videót, sem tudom. Jó? Úgyhogy ennyi. Szerettem volna segíteni azzal, hogy a menetrendet közzéteszem, aztán meglátjuk, hogy végre megérkezik-e az Orient Express, vagy az is lehet, hogy gyilkosság volt rajta, és ezért késik. Igen. Reméljük, hogy azért ez nem így van, de a lényeg az, hogy legyetek jók. Ha szeretnéd támogatni a csatornámat, akkor PayPal, Patreon lent van a leírásba, hogy azért a végére ezt is elmondjam. Sziasztok!